Na, Hali, szevasztok, srácok! Akartam egy gyors videót csinálni erről az eseményről, ami ma fog történni a kicsi Ventóval. Ugye eddig azok a felnik voltak rajt, de most fog kapni 4 darab ilyen csodát. Van perem, ugye? Nekem egyébként mindig azt preferáltam azokat a felniket, ami legalább egy ekkora perem van. Ugye tudjátok, az a rész. Na, 15-ös felni. Az igaz, hogy 14-es, de mivel ugye a per, vagyis a guminak ugye a palást felülete ennél csak 50-es, emiatt a két kerék átmérőre körülbelül ugyanakkora. Talán még a régi az még nagyobb is egy picivel, mivel az ugye 65-ös palást méretű, ez meg 50-es csak. Egy kicsit különben azt néztem, nagyon olyan nem tudom, erre a felnire szerintem egy nagyobb gumi kell, olyan kicsit ilyen robbantott gumi stílusa van a dögnek. Nagyon jól néz ki egyébként ez a felni, nekem nagyon tetszik. Ott van a másik három is, tök jó állapotban vannak. Használtam, vettem, de jó, oké, vannak rajt ilyen, inkább a locknak vannak ilyen kis hibái, ugye annak a felbérkezelő anyagnak, ami rajt van, de amúgy pofásan néznek ki. Hú, meleg van, gyerekek, itt a garázsban mind az állat. Mindjárt földobok egyet. Nagyon félek tőle, hogy nem fog elférni egyébként. Remélem, hogy elfog. A gumikat gumikkal együtt vettem. A gumik azok hát ugye, most nézd meg. Ott van a izé. Ott van a ugye a kopás jelző. Még szerintem egész kis kellemes állapotban vannak. Ugye ez ilyen aszimmetrikus cucc. Ennek ugye a párja megvan, tehát kettő fajta gumi, hátra és előre más fajták mennek. Nagyon bízom benne, hogy elfog. Hát ott egy picit meg van üdve az, de hát ez ilyen nagyon minimál. Én nagyon akartam ilyen peremes felnit, nekem ezek nagyon bejönnek, hát nem is tudom mivel prezentáljam, hogy ez mekkora perem. Hát ez az ízének, nem tudom, hogy a kezem. Látjátok, hogy elég konkrét. Szerintem egy ilyen 8-10 centis perem van, gyönyörűséges, imádom. Szép is, szép. Megvan minden egyének a kupakja, jó állapotban vannak. Új felnit nem akartam, meg rá új gumit, hát az egy 100-ból nem jött volna ki, gyerekek. Így ez elég utányosan megkaptam. Tetszik. Nagyon tetszik, és minden egy frankó. Jó van, gyerekek. Fölszórom őket. Aztán azt megnézzük, hogy elfér-e egyáltalán. Széles, meg ugye az LT száma ennek egy kicsit kijebb fog esni, mivel beje van az agy. Megnézzük, hogy jó-e. Elvileg minden a furat átmérő, meg ugye az és az osztókör is jó, de ugye a puding próbálja az evés, szokták mondani. Földobom őket, mindjárt jövök. Legalábbis egyet földobok és megnézzük. De várjatok egy, ide próbáljuk, hogy fog kinézni. Hát beteg jól fog kinézni, gyerekek. Ja, egyébként a fékdobokat, hátul ugye fékdob van, elő fék nyereg, azokat feketére fogom fújni, nem csicsázok én ilyen, hogy narancsárga, még ilyen fasságok. Na, mindjárt jövök, gyerekek. Na, Hali, szavaztok. Felraktam a Ventóra a felniket, hát kicsit faszabban néz ki, mint eddig. Nagyon király lett szerintem. Vannak problémák vele, mármint annyira nem, hát koszos, mármint a gumi koszos, nincsen ugye lekezelve. Azon kívül baromi szélesek, mármint úgy széles, hogy hátul nem is. Látjátok, hogy hátul még benne a kaszni alatt azért az egész kerék, de elől, gyerekek, elől nagyon durván. Elől, hogyha így fölülről ránézel, a gumi kerék az kijebb van, mint a izé. Kijebb van, mint a kaszni. Mármint úgy van kijebb, ugye egy kicsit, ezt meg akarom mutatni, egy kicsit így olyan hasonló, mint hogyha robbantott lenne ugye a gumi, de nem az, csak amiatt van így, mert ugye kisebb a gumi, mint a felni, azt egy kicsit ugye ilyen alakú. Na, és akkor azt akartam mondani, hogy ugye a futófelület itt fönt, benn van még a kaszni alatt, úgyhogy nem annyira gáz. Hát annyi, hogy itt szemből megnézed, akkor így jó kiáll. Jó kiállású ízélet belőle felnélet. Hát meg jó széles, ugye 195-ösek a gumik.
Viszont a felni, mivel ugye szélesebb, így látjátok, hogy talán úgy látható, hogy kijebb jön egy picit a... Kijebb van a palást része, főleg elől a kocsi alól kilóg. Ami ugye, na azért fontos, ez nem tudom, hogy azt tudjátok-e, ugye, hogyha a futófelület kilóg a kocsi alól, akkor azért nem hogy büntet a rendőr, hanem elveszi a forgalmat. Hát ez nagyon határeset, gyerekek. Ez most, erre most mondhatja azt is, hogy kim van, meg mondhatja azt is, hogy nem. Hogyha így teljesen egy fontról ránézek, hát látom a gumit. Úgyhogy nem tudom, gyerekek. Amúgy nagyon faszán néz ki vele, hát nagyon. Tök jó, kicsitnek tűnik egyébként, de ez nagyobb pedig ez a felni, mint ami volt, ugye. Tök jó, hát mondjuk, hogy mondhatni, hát vannak rajta egy-két ilyen minimális ilyen, itt egy ilyen potkázás, meg inkább, hát ezek még ilyen javítható, nagyon pici sérülések, se törés, se ilyen komolyabb sérülés, ugye nincs, hát a keréket, vagy ezért a féket ugye majd le kell fújnom, vagy le kell festenem, hogy ne ilyen legyen, majd le kell megint szednem, csak most már nagyon fel akartam őket rakni, ki akartam próbálni. Ilyen a kicsike. Ja, meg kell pucolnom őket, a gumikat. Ja, ilyen aszimmetrikus gumi van rajta, nem tudom, mutattam-e. Fasz a különben. Kicsit jobban néz ki vele a Vento. Hát, na, meg még ugye ebből kifolyólag, hogy ez nagyon kín van. Az ültetés nem tudom, hogy fogom tudni megcsinálni. Mert ugye ez most úgy van, hogyha lejjebb mész, akkor ugye ez az ív, ez ráül a guminak a tetejére. Szóval ezt még attól is félek, hogy ez terhelve, gyerekek. Az lesz majd, hogy ugye nem tud bemenni a zív mögé, hanem rá fog ülni a gumira. Úgyhogy meg kell próbálnom majd öt személye, hogy egyáltalán tudok-e közlekedni, de szasza haverom mondta, ez nem taxi. Két személye kell közlekedni autóval. Ugye? Nagyon durván, nagyon adott neki egy karaktert, mivel ugye nagyon széles lett. Fasza mondta különben, hogy le kéne fújni a közepét fehérre, a küllőket, és a peremet azt meg meghagyni izére, vagy fölpolírozni fúra. Egyébként nagyon, én mindig ezt akartam, ugye, hogy ilyen nagyon peremes legyen, ilyen nagyon peremes felnivel csapassak. Hát ez gyerekek, ez nagyon király. Ez nagyon bedeszül néz ki, nagyon tetszik. Jó lett. Valami hasonlót akartam. Ugye azért lett kijebb a kerék. Nem is annyival szélesebb a gumi, hanem ugye az ET szám ennek jóval kisebb, és kijebb került emiatt a kerék. Hát ez egy picit szokták mondani, hogy ugye akkor terheli a futóművet, nem tudom, az is mennyire fog úgy megvalósulni. Jó koszos a Vento. Na hát igen. Így nézünk ki most, hát egy kicsit durvábban, nagyon tetszik. Gyerekek, nagyon tetszik. Egyébként az is, ugye, azért is furcsa, hogy magasnak tűnik ez az autó, mert ugye a küszöb, az feketére van fújva, az fehér lenne, akkor nem lenne ilyen magas, mert akkor annyival lejjebb kerülne az a, ugye egybeolvad az aljával az a fekete küszöb rész. Király lett. Na jó van, gyerekek, ennyi volt. Majd még alakul aztán, akkor csinálok videókat róla. Köszi szépen, csá, csá, csá!